A pénteken Versailles-i Nemzetközi Súly és Memoá konferencián résztvevő szakértők úgy döntöttek, hogy rendkívüli kicsi és óriási parancsokat neveznek a modern tudományban Versailles-ben. Tehát most vannak Ronna és Keta, valamint Rontó és Kvoktó írják MT-t. A test utoljára 1991-ben érte el a SI értékrendszer előtagját. Amikor Zetta és Jotta, Cetó és Joktó kiegészítették a készülékeket. De a technológia lefoglalása miatt hamarosan elegendőek lesznek a legnagyobb számok kifejezéséhez. Természetesen jelenleg a Zetta, a Jotta, de még az Exaté is csak a tudósok használják. És általában a legtöbb ember megfelel a petabájtnak. Amikor hatalmas mennyiségű adatról van szó. 2030-ra azonban az emberiség évente egy éves adatot generál. Tehát a frissítés egyértelműen időszerű volt. Többek között, mivel egy év alatt már csodálatos mennyiségű adat áll rendelkezésre, és már különféle fantasy neveket találtak. Hogy az alapegység után 27 nullával jelezzék a számokat, például a Brontó és a Hella. Ez problematikus volt, mivel a kezdőbetűik már a metrikus rendszerben vannak. Például H jelöli a hektárt. Az rét és a kult eddig nem használták fel. Ezért azokat választották. Ezt követően az egyetlen feladat az volt, hogy olyan neveket találjanak, amelyek nagy számban végződnek, és a kicsik számára kissé hasonlítanak a hangjuk latin vagy görög számához. Az új előtagok vagy előtagok közül a Ronna és a Keta jelöli az értéket tartalmazó mérési egységeket, amelyek a vesző mögött a 27 és a 30 helyen állnak az egységek száma után. A föld tömege, az új előtaggal kifejezve, nagyjából egy ronagram, azaz gramban, 6, majd 27 nulla. Ennek eredményeként valami hat rongyos súlyú valami egyenértékű egy tizedes számmal, ahol a szám 27. A vessző után, Richard Brown, a Brit Nemzeti Fizikai Laboratórium mérési tudományos szakértője elmondta, hogy az új előtagok legalább 20-25 évig kielégítik a nagy mennyiségek kifejezésének igényét. De az érdekes kérdés az, hogy mi lesz, mivel az ABC nincs több levele a jelöljön egy másik előtagot. Megoldás lehet megoldás a tudósok számára, hogy két előtagot egyesítsenek, például a 33 nullát tartalmazó számokat kilokettával fejezzük ki. Természetesen ez még távolabb van. Tehát itt az ideje, hogy a Nemzetközi Hivatal súlya és mérése a legjobb megoldást találja ki.